A Malawi köztársaság egy Délkelet-Afrikában fekvő tengerpart nélküli ország. Területe nem sokkal nagyobb, mint Magyarország, lakosainak száma azonban 21,6 millió fő, és ez folyamatosan emelkedik. Függetlenségét 1964-ben nyerte el Nagy-Britanniától, azonban hamar egypárti diktatúra alakult ki az országban, amit csak 30 évvel később sikerült felszámolni. Hivatalos nyelve az angol, de a lakosság többsége a csecseva nyelvet beszéli. Malawi ma a világ egyik legfejletlenebb és legszegényebb országa, ahol a gazdasági nehézségek, a fejletlen infrastruktúra és a járványok elsősorban az AIDS komoly problémát jelentenek. A mai Malawi területét 1891-ben gyarmatosították a britek Nyassaföld néven. A II. Világháború után a brit birodalom elkezdett repedezni, és alig két évtized alatt szét is hullott. Az afrikai kontinensen a legtöbb brit uralom alatt álló gyarmat az 1960-as években nyerte el függetlenségét. Malawi 1964. július 6-án rázta le magáról a rabigát. Az ország első elnöke a külföldről hazatérő orvos végzettségű Hastings Banda lett. A biztató kezdetek után Banda kíméletlenül leszámolt a lehetséges politikai ellenfeleivel és demokratikus intézményekkel, majd egypárti diktatúrát épített ki, amelyben a Malawi Kongresszus párt maradt az egyetlen legális politikai tömörülés. Így már a választások elcsalásával sem kellett bajlódnia, mivel egy egypárti diktatúrában ez amúgy is felesleges, ráadásul 1970-ben örökös elnöknek kiáltotta ki magát. Külpolitikáját tekintve egyike volt a kevés nyugatbarát afrikai vezetőknek, így a hidegháború évtizedeiben jelentős támogatást kapott az Egyesült Államokból és Nyugat-Európából. Ezekből az összegekből jelentős fejlesztéseket hajtott végre az ország infrastruktúráján, és afrikai mércével mérve meglepően jó oktatási rendszert épített ki. A növekvő elégedetlenség miatt az ENSZ elérkezettnek látta az időt, hogy beavatkozzon Malawi politikai helyzetébe. Banda 1994-ben kénytelen volt szabad választásokat kiírni, amin már több párt is részt vehetett. Az idős diktátor foggal körömmel ragaszkodott a hatalomhoz, így ő is elindult a megmérettetésen, azonban alul maradt a Bakili Muluzi vezette Egyesült Demokrata Fronttal szemben. Muluzi a szavazatok 47%-át szerezte meg, míg Banda csak 33%-ot, így véget ért 30 éves egyeduralma. Az egyre romló egészségügyi állapota miatt Dél-Afrikába utazott kezelésre, ahol 1997-ben halt meg, a halotti bizonyítvány szerint 99 éves korában. A fekete-afrikai országok nagy részében a mai napig fontos szerepet játszanak a hagyományos törzsi táncok. Nincs ez másképp Malawiban sem. Az országban 80 féle táncot különíthetünk el. Szinte minden eseményre létezik egy esküvőre, egy új vezető beiktatására, de még temetésre is. A legismertebb és a legbonyolultabban megtanulható tánc a Gule Vamkulu 2005-ben felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökség védelmi listájára. Malawiban fontosnak tartják a természetvédelmet, ezért is nyilvánították az ország területének 20%-át nemzeti parkká vagy fokozottan védett területnek. Minden év december 2. hétfőjén nemzeti faültetési napot tartanak, amelyen szinte a teljes lakosság részt vesz kortól, nemtől, vagyoni helyzettől függetlenül. Az esemény nem titkolt célja, hogy 2030-ra 4,5 millió hektárnyi új erdőterületet alakítsanak ki az országban. Az ország nemzeti lobogója, a fekete-vörös-zöld trikolor eredetileg a Malawi Kongresszuspárt zászlaja volt, amely a függetlenségét folytatott küzdelem vezető ereje volt. Ezt később kiegészítették egy felkelő nappal, amely a reménynek és az egész afrikai kontinens felszabadulásának hajnalát jelképezi. A 31 napsugár sem a véletlen műve, ez ugyanis utalás arra, hogy Malawi volt a 31. afrikai ország, amely kivívta a függetlenségét. A fekete szín Afrika népét, a vörös a kontinens szabadságért küzdő mártírok vérét, a zöld pedig a dús növényzetet jelképezi. Ezt a lobogót Malawi az 1964-es függetlenné válását követően egészen 2010-ig használta, amikor is Bingu Mutharika elnök intézkedéseinek köszönhetően némi módosítást hajtottak végre rajta. A felkelő fél vörös napot kicserélték egy teljes fehér napra, amit a lobogó közepén helyeztek el, és ami a fejlődést hivatott szimbolizálni. Miután Mutharika 2012-ben váratlanul szívrohamba meghalt, az új parlament megszavazta a régi zászló visszaállítását.
Az ország keleti határát szinte teljes egészében a Nyassa, vagy ismertebb nevén a Malawi-tó alkotja. Ez Afrika harmadik és a világ 9. legnagyobb tava. Először a skót felfedező David Livingstone pillantotta meg 1859-ben, bár vannak olyan források, miszerint portugál felfedezők már 1492-ben is tudtak a létezéséről. A Malawi-tó rendkívül változatos élővilággal rendelkezik. Több halfaj él itt, mint a világ bármelyik más állóvizében. Tudósok szerint ez a szám körülbelül 600 és 1000 között mozog. Az ország területének 20%-át lefedő Malawi tavon minden júliusban egy 500 kilométeres vitorlás maratont rendeznek. Ez a világ leghosszabb verseny, amit édesvízben rendeznek meg. A megmérettetésen a tó teljes hosszát átszelik. 2016-ban Malawiban hajtották végre a valaha volt legnagyobb elefánt áttelepítési akciót. Néhány hónap alatt 520 ormányos telepítettek át a Livonde és a Majete nemzeti parkokból az Eno Takoa nemzeti parkba. A kelet-afrikai nők hagyományos népviselete a Chitenje, amely színes leplekből áll. Szinte minden országban más a szabása és a színösszeállítása. Malawiban is rendkívül népszerű a nők körében, bár a városokban már visszaszorulóban van, és elsősorban a vidéki területeken viselik. A Malawi kultúrában illetlenség a nők számára, hogy a fedetlen lábukat mutogassák, ezért az itteni verzió egy hosszú egyberuhaként funkcionál. Az országban politikai célokra is használják ezt a ruhadarabot, ugyanis a választások idején gyakran politikusok képével ellátott verziókat is készítenek, így a viselői egyfajta mozgó politikai plakátként sétálnak az utcákon. Bár ezeket sokan kritizálják, mivel az előállításuk viszonylag költséges, és úgy vélik, hogy hasznosabb dolgokra is el lehetne költeni az erre szánt hatalmas összegeket. A függetlenség kikiáltása után létrehoztak egy bizottságot, amelynek az volt a feladata, hogy új nevet találjon az országnak. A Malawi királyság a 16. században a mai Malawi, Mozambik és Zambia területén létező államalakulat volt. Végül ezt a nevet választották az új állam nevének, ami visszavert fényt, napsugarat vagy tűzlángot is jelent. A csicseva nyelven az L és az R betűket fel lehet cserélni, ezért lett a Malawiból Malawi. A malaviak közel felének Banda, Piri, Csirva és Manda a vezetékneve. Ez kb. Olyan az országban, mint nálunk a Kis, a Nagy, a Szabó vagy a Kovács. Malawiban a tömegmédia finoman szólva is korlátozott. A Banda rezsim 30 évig hevesen ellenezte a televízió bevezetését, így csak a diktátor bukása után 1994-ben kezdték el kiépíteni az infrastruktúrát, ami lehetővé teszi a rendszeres sugárzást. Ez elég lassan haladt, így a malawi nép csak 1999. április 1-én ülhetett oda először a képernyő elé, így ez lett a világ egyik utolsó országa, ahol ez megtörtént. Azonban az internethálózat kiépítése is eléggé szegényes. 2023-ban Malawi lakosságának mindössze 24,4%-ának volt internet hozzáférése, és csak 3,8%-a használta rendszeresen a social médiát. Az országban így a legnépszerűbb médium a rádió. Malawi gazdaságilag rendkívül elmaradott ország. Becslések szerint a munkaerő 80%-a a mezőgazdaságban dolgozik, és a GDP 42%-át is ez az ágazat állítja elő. Malawi teljes exportjának 70%-át a dohány teszi ki, de Kenya után ez az ország Afrika második legnagyobb tejaexportőre. Ezen kívül még nagy mennyiségben termesztenek itt rizst, földi mogyorod, cukrot, kukoricát és gyapotot is. Miután Bingu Mutharika elnök 2012. április 7-én váratlanul meghalt szívrohamban, alelnöke Joyce Banda lett az ország új államfője. Miután átvette a hivatalt, akkor szembesült igazán, hogy milyen katasztrofális helyzetben van az ország gazdasága. Hogy némi bevételhez jusson, 20%-kal csökkentette a saját és a kormány tagjainak fizetését, eladott 35 luxus Mercedes-t, amivel a kabinet tagjait furikázták, de az elnöki különgépet is elpasztolta $15 millió. Az Institute for Economics and Peace nevű non-profit szervezet 2009 óta vizsgálja a globális békeindexet, angol mozaik szóval a GPI-t. Ez a világ országait békességük és közbiztonságuk alapján rangsorolja. 2024-ben Malawi a 80. helyen végzett, ami erős középmezőny, azonban Afrika 12. legbiztonságosabb országa lett. Malawiban viszonylag ritkák az erőszakos bűncselekmények, az ideérkező turistákat így elvileg kevesebb eséllyel fogják kirabolni, vagy lelőni mindenféle kormányellenes lázadó milicisták. Talán ezért sem véletlen, hogy az Afrika meleg szíve az ország egyik kedvelt beceneve, ugyanis sokak szerint a malaviak a világ egyik legbarátságosabb és legkedvesebb népe.
A Világbank adatai szerint Malawi lakosságának 70%-a a szegénységi küszöb alatt él, 25%-uk extrém szegénynek számít, vagyis napi 1 dollárnak megfelelő összegből próbálnak megélni. A városi lakosság aránya mindössze 19%-os, a fennmaradó 81% vidéken él, ahol a mezőgazdaság az egyetlen megélhetési lehetőség. Sok férfi átjár a szomszédos országokba dolgozni a magasabb fizetés reményében. A nők még kiszolgáltatottabb helyzetben vannak. Becslések szerint a malawi lányok 42%-a 18 éves kor előtt férhez megy, hogy így meneküljenek meg a nyomortól és csökkentsék a családjuk anyagi terheit. Emiatt sokan abba is hagyják a tanulmányaikat. A kormány 2020-ban 15 évről 18-ra emelte a házasság alsó korhatárát, hogy ezzel is visszaszorítsa a gyermekházasságokat, és kampányt hirdetett, amelyben biztatták a lányokat tanulmányaik folytatására. Az elmaradottabb vidéki területeken azonban továbbra is nagyon magas a kamaszkorban kötött házasságok száma. Az angol zenei producer Ian Brennan és olasz származású felesége Marilena Delli 2015-ben hagyományos malawi dalokból álló albumot adtak ki. A dolog érdekessége, hogy az előadók az ország legszigorúbban őrzött börtönének, a Zomba fegyháznak rabjai és fegyőrei voltak. A Zomba Prison Projectnek nevezett albumot Grammy-díjra is jelölték a legjobb világzenei album kategóriában, igaz, a jelölést nem sikerült díjra váltani. Malawi nem tartozik a világ sport élvonalába. Egyik annak a 73 országnak, amelynek sportolói még egyetlen olimpiai érmet sem nyertek. Egy sportág azonban mégis van, amiben a malawiak kifejezetten jónak számítanak, ez pedig a netball. A netball a 20. század elején a kosárlabdával párhuzamosan jött létre Angliában. A nők az akkori kornak megfelelő ruházatuk miatt nem tudtak hódolni a kosárlabdának, ezért kimentek a parkba, hogy ott játszanak. A körülményekhez alkalmazkodva sajátos szabályokat alakítottak ki. A kosárlabdával ellentétben itt nem 5, hanem 7 fős csapatok játszanak, nem lehet pattogtatni a labdát, mivel a füves egyenletlen terepen ez amúgy is elég nehéz lenne, csak 3 másodpercig lehet egy játékosnál a labda, utána passzolnia kell, tilos fizikai kapcsolatba lépni a másik játékossal, vagyis nem lehet hozzáérni, és a gyűrű is alacsonyabban van, továbbá nincs palánk, mint a kosárlabdában. A netballt nem véletlenül nevezik a nők kosárlabdájának, és elsősorban a nemzetközi országok népszerű. Malawi a világ negyedik legkevésbé villamosított országa. A lakosság mindössze 9,8%-a fér hozzá az elektromos áramhoz. A városban ez az arány 42%-os, még vidéken csak 4%. Az első valódi emberi faj a Homo habilis, vagyis az ügyes ember volt. A faj elnevezése onnan származik, hogy megmunkált kőeszközöket találtak a régészeti ásatásokon. A Homo habilis eddig feltárt legidősebb csontmaradványait Malawiban találták meg a régészek 1991-ben. Ez a maradvány egy állkapocs, ami a vizsgálatok szerint körülbelül 2,4 millió éves volt. De nem csak ősember maradványok kerültek elő Malawi földjeiből, hanem a Malawisaurusnak elnevezett dinoszaurusz megkövült fosszíliái is. Azért ez lett a neve, mert sehol máshol nem találtak hasonlót. 1968-ban Malawi lett az első Dánián kívüli ország, ahol a Carlsberg cég terjeszkedni kezdett és nyitott egy sörfőzdét. Az országban egyébként átszámítva a sör ugyanannyiba kerül, mint nálunk. A teljes termékenységi arányszám angol mozaik szóval TFR, a szülőképes korú nőkre számított hipotetikus gyerekszám, amelyet egy nő szülne élete folyamán. A népesség középtávú fennmaradásához ennek a rátának el kell érnie vagy meg kell közelíteni a 2,1-es szintet, csak ebben az esetben biztosított a populációban a két szülő, az idélőt elhalálozottak és a nem szaporodó képes egyének pótlás. 1,3-as érték alatt a népesség gyorsütemű fogyása valószínűsíthető, belátható időn belül bekövetkezett teljes eltűnése vagy asszimilációja. Akár csak az afrikai országok többségében, ezzel Malawiban sincs probléma, ugyanis a helyi nők TFR száma 3,7. Hogy szemléltessük, mit is jelent ez, hasonlítsuk össze Malawit Magyarországgal. 2000-ben még mindkét országban nagyjából 10 millióan éltek, azonban még nálunk csökkent a lakosság, Malawiban megduplázódott. Ha ez ilyen ütemben folytatódik, 2100-ra Malawi lakossága 58,5 millió fő lesz, ezzel egy időben Magyarországé 6 millióra fog csökkenni.